tudom, hogy amikor ilyen gyönyörű szépen süt a nap, és ilyen csodálatos idő van, akkor az ember könnyen megfeledkezik arról a borzalomról, ami a határainktól nem messze zajlik, illetve most már a határainkon belül is, hiszen emberek ezrei, tízezrei, százezrei érkeznek percről percre hozzánk menedékért, és egy humanitárius katasztrófa van kialakulóban a határainknál, és nagyon nagy szüksége van mind a menekülteknek, mind a civil szervezeteknek, akik próbálják segíteni ezeket a menekülteket a mi segítségünkre is. Szerintem bármivel, tehát mindenki tud valamivel segíteni. Leginkább szerintem az, amiben most nagy szükség van, vagy szükség mutatkozik, az a szálláshely, tehát ha bárkinek van olyan kihasználatlan lakása, háza, nyaralója, ahol vendégül tudná látni a menekülteket, az ha tudja, akkor ajánlja föl. De ha csak a civil szervezeteket segítjük, majdnem mindegyik civil szervezet ott van most a határoknál, és próbál segíteni a menekülteknek, úgyhogy ők általában leírják, hogy mire van szükségük. Tartós élelem az mindig jól jön, a pénz, adomány mindig jól jön. Ha ezeket nem tudja biztosítani senki, akkor, vagy valaki, akkor nyugodtan munkát is föl lehet ajánlani. Biztos vagyok benne, hogy önkéntes munkának is nagyon-nagyon örülnek. Tehát próbáljunk meg segíteni. Gondoljunk bele abba, hogy milyen érzés ezeknek az embereknek, akiknek el kellett menekülniük az otthonukból, ott kellett hagyniuk a családjukat. Ugye nagyrészt anyák és gyerekek érkeznek most hozzánk, mert a hatköteles korú férfiakat már nem engedik kilépni az országból, tehát itt családok vannak szétszakítva, és rettenetes helyzetben vannak, tehát próbáljuk meg őket segíteni. Nyilván nagyon sokat jelent nekik ez a segítség, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy olyan helyzet, amiben akár mi magunk is bármikor belekerülhetünk, tehát ez a helyzet pontosan mutatta, hogy hát nem érezheti az ember azt, hogy fú, teljes biztonságban van, és vele ez ilyesmi nem fordulhat elő, tehát gondoljunk csak bele, hogy nekünk mennyire jól esne a törődés és a segítség, és nyújtsuk azt ezeknek a menekülteknek, amit mi szeretnénk kapni egy hasonló helyzetben. Tehát le fogok írni a leírásban néhány civil szervezetet, ahova érdemes fordulni, akik megbízhatóak, és akiknek nyugodtan lehet adományt küldeni, mert biztos, hogy jó helyre fog kerülni. De a lényeg az, hogy ahol csak tudjuk, segítsük ezeket az embereket, mert nagyon-nagyon nagy szükségük van rá. És ha megengedtek nekem még egy gondolatot ezzel a szörnyűséggel kapcsolatban, hogy az ilyen helyzetek arra jók, hogy az embert rádöbbentsék arra, hogy mennyire fontos, hogy megbecsüljük azt, amink van. Tehát, hogy ne vegyük magától értetődőnek, hogy van fedél a fejünk felett, hogy a családunkkal lehetünk, hogy van mit ennünk, hogy van kertünk, ahol kertészkedhetünk, hanem legyünk hálásak ezekért a dolgokért, és élvezzük ki. Mert egyáltalán nem biztos, hogy ezt holnap, vagy a jövő héten, vagy a jövő évben is megtehetjük, és figyeljünk oda egymásra, legyünk tekintettel egymásra, ne feszüljünk ennyire egymásnak, mert annyira rövid és törékeny az élet, úgyhogy figyeljetek oda, és próbáljunk meg segíteni, és próbáljunk meg emberségből jelesre vizsgázni ebben a helyzetben. Köszönöm, sziasztok!